Folytatódott az őszi betakarítási szezon. A marcelli VSS-e női kézilabda csapat a sereghajtó Tatabánya ellen lépett pályára a hétvégén. Az első félidőben kissé elkapkodta támadásait a marcelli, ezzel többször naggyá téve a tatabányai hálóört. A vendégek nem egy dinamikus játékot mutattak be, nem ehhez volt szokva a somogyi gárda, nehezen találták a ritmust. Ez meg is látszott az eredményen. 15-16-tal fordultak a csapatok. A második félidőben javult a védekezés, és a támadási taktikán is változtatott Balog Bea. A mérkőzés végére jelentős különbséget könyvelhetett el a marcelli, így a hétvégi győzelmükkel megerősítették harmadik helyüket a tabellán. Azért csalók az eredményt tekintve, hogyha ránézzük a tabellára, ugye most ők az utolsók. De ahogy megnézzük az eredményeiket, azért elég szoros eredményeik voltak. Tehát azért nem számítottunk arra, hogy ez egy nagyon-nagyon könnyű mérkőzés lesz. Az eleje talán valamennyire úgy indult, és aztán utána ugye felhoztuk őket, én azt mondom, azzal, hogy támadásban sokat hibáztunk, nem játszottunk türelmesen, és ennek következménye volt, hogy lerohanásból, illetve felátfal ellen gólokat kaptunk. A második fél időben a védekezésünk úgy gondolom, hogy nagyon sokat javult, és a támadó játékban pedig odafigyeltünk arra, amit kértem, hogy többet játszunk a fal előtt, ne egyből elvállaljuk a lövéseket kintről, hanem próbáljuk meg egy kicsit tovább játszani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a két dologban tudtunk változtatni, és ez elég volt ahhoz, hogy tényleg tetemes előnyre tegyünk szert. Hát az az igazság, hogy egy aranyos amatőr csapat vagyunk, aki nagyon keveset tud edzeni, és főleg nem együtt edzeni. Most ezek a hibák, ezek kijönnek egy 40 perc után. Az első fél időben tényleg azt mondom, ebben a pillanatban azt mondom a lányoknak benne az öltözőben, hogy nagyon jól játszottunk, fölállt fal ellen, visszafutottunk, védekeztünk, megbeszéltük, hogy könnyű labdákat nem adunk az ellenfél kezébe, kijöttünk, hármat odaadtunk, kihagytunk szélről kettőt, és vége volt a meccsnek. Nem tudunk már cserélni, és nem tudunk újítani, ennyire telik az erőnkből, sajnos. Mindenki oda tette magát, de kiemelkedett Gácser Klaudia teljesítménye, aki 10 gólt dobott. Én úgy látom, hogy nagyon nyögvenyelősen ment az eleje, mert kapkodtunk, sok hibát is csináltunk, eladtunk több labdát is, de hála Isten a második fél idő elején csapatmunkával mindenki azért oda tette magát, mert kellettek a gólok is. És a nyugodtabb játék. És hogy látod a hátralévő mérkőzéseken, milyen esély van neked a gólövő listán, milyen célod van? Hát úgy nincsen célom, mert végül is ha a csapat nem lenne, akkor én se lennék a gólövő lista élén, mert nagyon sokat segítettek nekem, nagyon sok helyzetet teremtettek, hogy tudjak lőni. Végeredmény marcelli VSS-e, Tatabányai SC 34-25. Szombaton ismét itthon játszik a csapat. Ezúttal nehezebb ellenféllel kell szembenézniük, hiszen a Budaörs csapata érkezik a 12. fordulóban. Aki hátralévő két mérkőzésnek az esélyét hogyan látod? A Budaörs a következő ellenfelünk, hát ugye ők ott vannak a tabella élén. Még azt hiszem Veletlenül, illetve a Szekszártól kaptak ki. Nagyon nehéz mérkőzés lesz. Azt hiszem, hogy csapat szinten szinte tehát mindenkinek jó teljesítményt kell ahhoz nyújtania, hogy ezt a csapatot megverjük. De hát nekik is lehet egy rossz napjuk, úgyhogy megpróbálunk mindent megtenni, hogy megszerezzük a két pontot. Aztán az utolsó mérkőzésünk a Kozár Mislennyel, ők ugye egy újonc csapat ebbe a bajnokságba, de nagyon ott vannak ők is az elején a tabellán. Egy fiatal csapat, nagyon sokat dolgoztak a nyáron, sok-sok edzéssel készültek erre a bajnoksággal, Pécsről sok játékost igazoltak, és összeszedes kis társaság, úgyhogy az is egy nehéz mérkőzés lesz. Megpróbáljuk. A junior csapatnak a 6. forduló óta most sikerült nyernie ismét. Reméljük, megtartják ezt a jó szokást.